Visszajövünk, természetesen visszajövünk, mert ha vissza kell, viszont akkor készítsük elő a dobokat, szigorúan a zöld jelzéstér, az ellenállás szlogenünkkel menjünk tovább, mert hiszen ez egy ellenállás, ez a legfontosabb, dobok, sípok, bármi hegedű, minden, ami itt volt. És hadd örüljenek bele ezek a bankárok, mint ahogy a Velszi Márdokban is Edvárd király beleörült, és azt mondta, hogy elő síp, dob, zene, harsogjó, harsona, külön bezúgja átkait a Velszi lakoba. Hát akkor zöld van! Sopronban! Hétfordulónk volt nemrég! Milyen szép is ez az idél! Nagyon félnek! Na meglátjuk! Ugye közel egy évvel ezelőtt azon az egy ablakon, ami hénylik, amit megpucoltak, utána néhány hónap múlva már szóltunk nekik, egy tojás landolt. Június 25-én ott valamilyen beleütközött egy tojásba, ez jelzés értékű szerintem. Hát akkor zöld van! Szeretettel várjuk Önöket! Átmenetileg zárva tart ez a bank! De úgy látom, hogy a Sopronban már nem akar ismereket fogadni! Nem tudom egyébként, hogy van-e összefüggés, hogy a múltkor átküldtem nekik, évfordulókkal a kanálból augusztus 6-án, az alaegerszegi Sopronbankos akciónkat, a velünk van-e összefüggés, és meg ezért zártak be, mert hogy mondtam nekik, hogy már jövünk ide hozzájuk. Most az a legnagyobb probléma, hogy szeretünk volna kicsit feleségem, mert már ügyet intézni a Sopronbankot. Felakasztunk! Ide és már megint! Elmentünk 2 éve Sopronba, több mint 30 ezer forintunkba került, autópálya matricával együtt, egy napot eltartottunk, és ott is tudod,